Hát úgy le van az én álom hozva, mert minden alkat része nincsen meg nekünk. Ez a nagy kerék, ez hajlott a rendelőre szület. Tehát nem nincs is rajta, akkor azon volt egy ékszí, nem volt rajta sor. Ilyen lakos szí. De ez már az új. Ez már az hát új. Ez újabb, igen, de ezek sem üzemelnek, ezek a gépek. Ezek sem mennek már? Ez is már múzeum? Pedig ezek már villanymotorok. Ezek villanymotorok, persze. De ahogy már. Hát akkor itt csak ez a... Csak a cső az, amiben igen, folyik a víz, igen, és Pest felől jön? Pest felől jön, igen. És ez miért jön Pestről? Ez tiszta víz, vagy ez? Ez tiszta víz, persze. Hát, és Pestről ide feljön, azt nem értem, hogy... Ide, hogy mondjam, idáig gravitációsan jön, úgyhogy ő folyik magától, és megy a keverőaknába, a keverőaknából nyomjuk mi a városba, meg fel Vácra a laknába. És ez már tisztított víz, ami itt jön? Az tisztított, persze. Uh-huh. Ja, azért, mert Pesten van a tisztító, gondolom. Persze. Szép ez a motor. És akkor régen ez volt. Igen. De akkor nem Pestről jövő víz az. És ez volt neki a mérő műszere, vagy az ilyen? Hát 75. Hát 75 váród akkor a... Ez rengeteg. És azt tudta elindítani. Hát gondolom, hogy munkáid még más közel is, össze valami volt rajta, adagoló, meg csak hát ezeket egyszerűen. És azt mondták, hogy ez képes működni még ez a motor? Hát, most nagyon képes. Egy hengeres, egy kugató benne, ez nehéz tartani, ez úgy, tudtad el, hogy most egy rész, és ott van bent még egy dolog, amiben tulajdonképpen, ami vezérni ott a kompjúter, meg a rádióadó, meg minden ott az. Nem van még ott a lehetséget szerint, ami vezérő. Ezt ezzel a karral, ezért így állították abba a holba, hogy
belső volt pont a gyújtás volt, megrekítőben. Ja, igen, hogy az indításnál, ugye? Indításnál, persze, ebben lehetett ez érni. Igen, hogy a dinamó. Még aztán most is, ahogy el van nőve, mindig lehet látni ezeket, lukakat rajta. Igen. És betöltötték, lezárták a környéket, ezt ameddig oda lehetett, mert oda mentünk, azt néztük mikor, hogy kicsit odállna az a oszlophoz, és akkor várod csak, és akkor látta a tornyot egyben is, ugye? Tehát, hogy hogy nézett azt ki? Ez mikor? 64-65-ben lehetett, mikor én 63-ra kerültem ide, és akkor utána csinálták azt. De akkor az már a toronynak csak a maradványa volt, úgy tudom. Volt, igen. És akkor mit látott belőle? Tehát a 60-as években volt ez, azt mondja. Őszinte legyek, nem nagyon emlékszem rá, hogy mi volt. Hát a lábai, ugye ezek a nagy széles vagybeton lábai, azok meg voltak. Meg hát a teteje, ahol a doboza, ahol a víz volt, az is meg volt neki. És hogy azóta miért nem vitték el jobban, nem. Mert akkor az, ahogy eldőlt, hogy utána ezt a többi részt miért nem hordták, azt elvitték onnan. Mert az hát egybe volt, ugyanúgy, mint a Kápolna utcai, csak ugye alacsonyabb, meg volt neki fönt a vizet, ahol ez így tárolja, az, ahogy eldőlt, ledőlt a földre, azt elvitték, és a maradványok még mindig ott vannak. Ugye? Úgyhogy nem tudom, hogy a többiknél nem vitték el. Én sem tudom. Én ott lakom mellette, nagyon közel, és hát gyerekkorom volt. Én a Kápolna utcaival szemben lakom így. Tehát a Kápolna utcában. 9-ben lakom. Aha. De az nem teljesen ugyanolyan. Aha. De a Kápolna utcainak van egy ilyen épület az aljában. Annak állítólag egy kastély volt mellette. Arra nem hallott. Nem látott ilyen romokat, akkor se gondolom, nem. Épületromot, semmit. Hát az nem kastély, hanem ilyen szolgálati lakás volt. A Kápolna utcában. Ami jó helyen ott lakom. Igen, azt tudom. De ott lent a Dunakeszi alsóiba, ott volt egy kastély ott mellette. Azt nem tudom. Igen, az még hát azt 45-ben már széthordták. Azt is felrobbantották. Nem tudom, hogy ott mi volt. Azt régen Réti pályának, hogy mindenki zédjék. Igen, az Réti pálya. Réti pálya. És akkor, tehát azt mondja, hogy még a 60-as években ott volt a nagy víztározónak a romja is. Igen, tehát igen. Még az a nagy kör alakú beton, ilyen kukoricaszerű, bordázott valami volt. Igen. Találtam egy fényképet, idős néni adott nekem kölcsön fényképet, és rajta van a víztorony egyben, amikor még állt, 30-as évekből. Aha. Jól nézett. Hát nem tudom, hogyha ott szemben a baktérházba, ha átmegy. Ott voltam a néninél, a Szabó Kláránál. Nem tudom, hogy hívják, de én is voltam ott, most olyan helyen is dolgozok, hogy árut szoktam kiszállítani, és valamikor egy bojlert vittem oda ki, hogy még élé az a néni, vagy mit tudom én, de ezek szerint, ha maga még beszélt vele, akkor ő többet tud erről az egészről az éni mondani, mert hát mi csak kimentünk oda a Kápolna utcából, hogy na megnézzük, mert most lesz a robbantás, meg mit tudom én. És én 63-ba kerültem ide, és ez 64-65-ben valahogy így a 60-as években ezért robbantották le. És akkor el is hordták? Igen. Nagy részét. Nagy részét el, de hogy ezt a törmeléket, vagy romot, ami még ott látszik, hogy miért nem vitték el, nem tudom. Ezt én sem tudom. Hogy mondjam? Még mikor én ide kerültem, akkor innen özétük irányítottuk, akkor kimentünk, azt nyomkodtuk özét a gombokat, hogy na melyik géppel menjünk, de most más fönt van a tartózkodunk, és onnan vezéreljük a
a gépeket. Most itt ebbe a szekrényben van egy olyan elektronika, hát nem tudom, hogy ezt megmutathatom, vagy mit tudom én, innen megy, majd rádión fogják ezén irányítani az egészet, az fogja kapcsolgatni a mindenet. Úgyhogy mi már gépészek nem igen kellünk ide, ha ez beindul. És ezt itt tervbe vették már régebben? Hát igen, egy éve vagy, hogy megcsinálták ezt ugye 150 millióért, de hogyha mi nem volnánk itt, akkor ez nem üzenelne, mert hiába tervezték meg, az nem úgy működik, ahogy ők eltervezték. Mert teljes automatikát szerettek volna? Igen, és megcsinálták úgy, hogy nem tudja az automatika üzemeltetni. Úgy kellett, hát most ezt mi saját magunk, ugye mi közöttünk is van ilyen a villanyszerelő, hogy ne kelljen mindig kimenni, ha én most egyik gép, a mi gépünket el akarom indítani, vagy le akarom állítani, leállításkor is ott a biztosítékot kell kihúzni, akkor puf, megáll, ugye? És elindításhoz meg ki kellett menni, innen 650 méterre van a egyes, vagy a, igen, az egyes sápos gép, és ott kellett ugyanígy. Úgyhogy ezért nem baj. Adnak egy felépítménye, és ott tudom lekapcsolni, vagy elindítani. És ez mit jelent, hogy innen vezérli a főváros gépeit? Tehát, hogy mit vezérel velük tulajdonképpen? Hát a szivattyút, ami a felverő aknából, nem mondjam, hát jön a csövönbe, jön, oda elmegy, meg tudom kimutatni a felverő aknát, oda megy a víz, lejtéssel, mondjuk gravitációs, hogy jön idáig, és én hogy fölmenjen a városba, nyomom a fővárosi szivattyúnak, mondjuk, hát nem fővárosi, mert csak úgy főváros, hogy onnan ide jön, ami utána már a milyen karabíz, és fővárosi gépeknek mondják ezeket, hogy azokkal a szivattyúban, három szivattyú benne a keverőaknába, és azokat innen tudom vezérni vezérelni. Hát most ugye megy ez a fővárosba az egyes gép, megállítom, kész megáll, most nem megy egy fővárosi, de el tudom ugyanúgy indítani, vagy akármelyik másikat hozzáindítom. Menni a dolga. 12 akkor. És most már azért teszünk neki egy kicsit. Ez a mi kutyáinknak a vízmennyiségét mutassa, ez még az össz mennyiséget, ami kimegy a városba. Tehát úgy látom nagyjából az a dupla, nem a duplája. Aha, több az. Több. Azt mondja, hogy 70-188. 88-at visz, ez a csápos szivattyú, és itt még 10-375. Ől van ezében megcsinálva. Mert a lóverseny vállalat, vagy mit tudom, az építette annak idején ezt az egész épületet. Oda rá tud menni a kamerával, de lehet, hogy innét nem is igen látni, de hogyha fölmegy, ott az a lemez, ami ott alul benne van, azon, ami luk látszik, azt valahova ide csapódott be akna háború idején, és még az a luk van rajta. Nem kirohadt, meg mit tudom én, hanem
akkor csináltam. Maga az épület az ilyen volt, hogy itt kilátszott a tégla, csak itt az eleje maradt még neki, a többit levakolta. Tehát az úgy megy, hogy a Szentendrei kútból bemegy a víz a fővárosba. Igen, onnan elcsorog idáig, és akkor az a két zöld, ami van, az a mi gépünk, cső, vagy hát ott is van egy akne, és ott jön a két szivattyúkunk be, összecsatlakozik a fővárosival, ott megy ebbe a keverőaknába, ez a fehér a keverőakna, innen megy ki az éve a városba. A víz. De az jó, hogy így megengedték, hogy így tárolják itt azt, hogy csináljanak ide egy kis garást, tetőt. Harcolni kellett velük? Meg van ez éve engedve, de hát kell ez, mert különben akik kint állnak, annak lefagy. Sőt, mellette itt volt egy másik, egy ilyen összecsukható garázs, úgyhogy a két gépésznek mind a kettőnek ezébe garázsba volt az autója. Azon még van, hát nem, dátum is, hogy mikor. Ez egy 905, tessék. Ez épült meg elsőnek, hozzá a ház, le a gépek oda letelepítve, és ez ezért látta el Dunakeszit ezével víz. Hát nem, először ugye nem Dunakeszit, hanem csak a lóversenyt, és utána kötötték az ezért a hogy hívják ott be a várost. Ez itt egy, azt hiszem, 15-25 méteres mély kút, ilyen átmérő is, és nem tudom mennyi van, vagy 8 méter vízben benne. De amikor a Duna kint van, a Duna ott szokott fent lenni, mikor árvíz van. Egész az épület aljáig feljön. Igen. Tehát ez csupaszon marad mindig, tehát ideje nem jön föl ilyen magasan? Hát ennyire nem jön. Persze, ennyire nem jön föl, de oda kimegy végig. Itt most, hogy ezt a kuplerát ide építették, itt mellette is volt egy ilyen, hát az nem gépház volt, hanem ilyen szolgálati lakás, valami lófaszés. Azt is még a lóverseny építette? Azt is, igen. És azt lebontották? Azt lebontották ezek, mikor ezt... Igen. Ez mutassa a nyomást, hogy mennyi a csőrendszerben ez egy nyomás, ezekkel még indítani lehet. Most a kettes csápos megy, de mellé indítok egy másikat, itt megy az egyes csápos. Most kikapcsolta a kettest? Igen. Váltottam szivattyút. De és azt, hogy kell, hogy pihentetni kell néha? Azért váltogatják? Hogy... Azért, mert kicsi a Duna és lebegő szív. Aha. Na és akkor lesz buborékos nagyon. Igen. Uh-huh. Persze. De mondom, régen innen vezéreltük a fővárosiakat. És most, hogyha ha kapcsolni kell, akkor le kell menni, mint ahogy be is ezéten bekapcsoltam a torony, de hát az már nem üzemel az ezért fenti torony. A DMRV-n is üzemel az a torony? Nem. Tényleg? Persze, hát már vagy 5 éve.
Körülbelül. Úgyhogy akkor ide jön az aknába, innet elnyomjuk Vácra, a Dunakeszi medence, egy medencébe, mert itt írjuk azért a medence, hát százalékban van meg arra, hogy hány százalékig, meddig van teli a medence, és ha a diszpécser azt mondja, hogy neki több kell, akkor még látasz egy gépiroszt, akkor az 58 helyett már a következő órában 64 lesz a medencébe a víz. Úgyhogy Vának jözélik, hívják őtet, és ő mikor, hát mi haverok voltunk, én a mechanikában dolgoztam, ő itt dolgozott, a másik haver az vittem máshol dolgozott, de ugye esténként össze jöttünk, a Béla, ő már akkor itt volt rajzébe, és onnan tudtuk, hogy a Béla van szolgálatban, mert az a 1000 köbméteres izé, még akkor nem volt ilyen műszerzettség, meg mit tudom, az oldalán folyt a víz. A toronynak kifele. Úgy teli nyomta vízzel. Nem volt, most már van rajta túlfolyó, hogy már itt alul izé folyik, de akkor az oldalán jött, ömlött le a víznek ilyen. Nem figyelt oda vagy? Hát, hogy mondjam. Vagy ő azt akart, hogy tele legyen. Innét ő azt nem látta, nem tudhatta, hogy meddig van tele. Nem mondom, nem volt ilyen. Jó, ott lent van egy olyan, hogy toronyjelző, hogy meddig van. De hát aztán a Béla az olyan volt, hogy bejött reggel, azt hozta magával a teheneket, azt kiment, legeltette, azt baszott az izére, hogy meddig van a torony. Ugye? Mert mondjuk egy műszer az jelezte, hogy meddig van izé, de oda sem baszott neki ilyen. Aztán, na a Béla van izében szolgálatban, mert ezért folyik a víz, akkor este majd csak hét után lehet. Vagy jön, meg volt, hogy hol találkozunk, vagy itt tudom én, és akkor, vagy csak hét után jön azért Béla, mert szolgálatban van. Sőt, a lakók nem szóltak, vagy akkor nem is lakott nagyon arra senki? Hát ott még ezért azon a környéken kukoricapő volt. Úgyhogy ott még nem igen ezért laktak. Így meg így el vagyunk. Én mondom már két éve egyedül, ezért vagyok, és el vagyok a 12 órában. Én sokszor, mikor ráteszem a célra, hogy megmosom ezért az autót, a kurva anyját úgy elment ezért, hogy nem volt rá ezért megmosni. Mert most, ne adj Isten, beüt valami, vagy plót kell cserélni, vagy ki kell menni a picsába, arra vannak ugye a kutak elindítani, meg mit tudom én. Már el is ment a kedve, most már nem mosok ezért autót. Vagy azért takarítani. Azért ezt... Van itt sok minden. Fölmosni, fölsöpörni, meg mit tudom, hát itt ez a WC, itt van, hogy hívják ilyen zuhanzó, meg kézmosó. Kerül. Hát persze. Ez gyönyörű. És mondom, az Urbányi Feri, aki tőlem ment 10 éve nyugdíjba, most májusba, ő mondta, hogy alá a repeszeknek a nyoma, mert valahol az épület végébe vagy a picsába esett valami akna. Úgyhogy... De ezek még békebelézék ajtók, meg